Üdvözlet mindenkinek! Ebben a videóban a Pico Expert szériás ÖBB Eurofima kocsiját fogom egy picit közelebbről megnézni, és arra keresem a választ, hogy ez a kocsi vajon megéri-e azt a nem éppen alacsony árát, amiért a Pico kínálja ezt nekünk. Tartsatok velem, és nézzük meg a kocsit közelebbről. A csomagolásból kivéve a Pico kocsia egy nagyon meggyőző modell érzetét kelt így első benyomásnak, és tényleg igazándiból egy szépen kidolgozott, nagyon kis filigrán, részletes járművel van szerintem dolgunk. Nézzük is meg, hogy igazándiból mik azok, amikre érdemes szót ejteni. Magának a kocsinak a teteje az ugye nem egy bonyolult dolog, gyakorlatilag ugye a tetőbordák, illetve hát itt a Pico kidolgozta a tetőlemezelést is itt a kocsi végeknél. Ha oldalra megyünk, akkor ami nekem nagyon feltűnt, ami nekem nagyon látványos volt, azok az ablakkeretek. Nagyon filigrának és szépek, vékonyak, jó a lekerekítésük, illetve magának az ablaknak is az anyaga egy ilyen színezett, ilyen kis sötétített plexi vagy műanyag. Nagyon jó visszaadja azt, hogy ugye ezek a kocsik a való életben is ilyen sötétített, illetve foncsorozott üvegekkel közlekedtek. Az ablakkereteknek egyébként a minősége az hát egy picit magasabb, mint a rokókocsikon. Ott egy picit vastagabb minden, egy kicsit bumfordibb az egész. Itt a Pico ezt nagyon szépen kidolgozta, ezt a részletét a kocsinak. Ami még az ablakoknál érdekes, hogy a Pico, ha nem is olyan professzionális módon, mint mondjuk az Acme vagy mondjuk az LS Models, de megoldotta azt, hogy itt benne a folyosó oldalon ott látszik, hogy van egy ilyen kis imitációja annak a kis korlátoknak, amik itt keresztbe futnak. Ezt úgy oldotta meg, ahogy megnéztem belülről, hogy gyakorlatilag meg van vastagítva az ablaknak a plexie, és akkor azzal éri el azt a hatást, hogy minthogyha ott lenne egy ilyen kis korlátunk nekünk. Itt középen is ugye van egy légbeömlőnk, kis szép arácsozata, és sikerült eltalálni egész jól a kis ablaknak a méretét, ugye ez a nagy ablak található ezeken a kocsikon, illetve itt ugye van egy kis nyitókánk, van egy kis korlátunk, van ugye még egy iránytábla tartónk, egy viszonylatjelzőnk, ez egy Bécs Salzburg Intercity-nek az egyik kocsija, így a felirat szerint. Ezt úgy csinálja a gyártó, hogy gyakorlatilag egy ilyen átlátszó műanyag lap a hátuljára megtamponozza ugye a kis iránytáblát, és akkor az elejére pedig megtamponozza így a kis keretet. A kocsi végeknél még ami nekem nagyon feltűnő volt, és ami szerintem egy nagyon jó pont, szépen eltalálták itt a kocsi homlokfalát, külön tamponozott itt az átjáró ajtónak is a kis ezüstkeretes ablaka, illetve itt a végzárlámpák környéke is szépen megvan oldva, nagyon jól visszaadja azt a jellegzetes ilyen végzárlámpát, mint ami ezeknek a kocsiknak van. Sajnos itt ez az átjáró trepni, ez fix, ezt nem lehet lehajtani, illetve az ütközők is teljesen fixek. Ez a korlát egyébként az itt különálló alkatrész szerencsére. A Pico-nál utólag felszerelhető alkatrészek egyébként ezek a kis lenyíló lépcsők, ugye az alsó lépcső, és itt ugye nem csak a lépcső van meg, hanem itt a végén ugye van egy plusz ilyen kis fix lépcső rész, amire ugye tolatáskor föl tudnak állni a tolató személyzet tagjai, ez is ki van dolgozva ezen a kocsin. Rokókocsiján például ez a végső elemhez hiányzik. Egyébként úgy van kialakítva, hogy ha felszereljük, akkor nem akadályozza magát a kuplungot az elfordulásban. Magán a használati útmutatóban egyébként azt írja a Pico, hogyha 422 mm-nél szűkebb íveken szeretnénk járatni a kocsit, akkor ezeket ne szereljük föl, mert az már akadályozhatja itt az elfordulásban a kurszkuplung kinematikát. Ami még érdekesség, ugye ez a kocsi ez ebben a verzióban, amint a Pico modellezett, még nem rendelkezett vákumos zártartályos WC-vel, és itt található a WC-nek a csöve. Ez is ide föl van szerelve, hát itt jön ki a massza. A kocsinak a festése és a feliratozása az szerintem abszolút rendben van.
hozza azt, amit manapság elvárhatunk egy normális árban levő, normális gyártó, normális modelljétől. Szerencsére semmilyen nyomtatásos mizéria nincs rajta, minden festve van, maszkolva van, gyönyörű szépen tamponálva vannak a feliratok, minden éles, minden precíz, minden pontos, úgyhogy ezen a téren én abszolút elégedett vagyok ezzel a részével a járműnek. Az alvázra rátérve, itt annyit látunk, hogy látszik, hogy itt is festve vannak a kis féknemváltó és egyéb berendezések. Továbbá, ami érdekesség, hogy itt ugye a kocsinak a szoknyája az magával a kasznival van egybeöntve, ugye nem úgy van, mint a rokon, hogy ott az alvászhoz tartozik, hanem ez a szoknya, ez a kasznival van egybeöntve, és ennek okán itt az alvász berendezések jobban ki vannak dolgozva. Itt látszik is talán, hogy ezek teljesen különálló kis alkatrészek. Amit ugye oldalról látunk, az viszont elég meggyőző. Itt, hogyha egy picit benézünk a kocsi alá, itt látszik, hogy különböző oldal részletek is ki vannak dolgozva. Illetve itt ugye áttört maga ez az oldalsó szoknya, és látszik, hogy ott mögötte is ott vannak a kis alkatrészek. Ha tovább megyünk, a kocsinak a forgóváza következik, ugye ez a tipikus Fiat forgóváz található ez alatt a kocsi alatt. Igazándiból ezt is egész szépen leképezte a gyártó. Talán egy picit élesebbre, kontúrosabbra sikerült, mint a rokó verziója. Itt egyébként ez a kis lengés csillapító is külön alkatrészként van, tehát ez nincs oda fölöntve, hanem gyakorlatilag egy teljesen különálló kis alkatrészként van föltéve. Ami még látszik, hogy a Piko megcsinálta a féktárcsákat, és magukat a fékeket is teljes egészében. Ezek is ugye egy eléggé kis apró filigrán alkatrészek. Na most az Acme-val ellentétben a Piko meg tudta oldani ezt úgy olyan pontossággal, hogy ezek ne akadályozzák a kerekeket a futásba. Nagyon szépen gurul a kocsi úgy is, hogy ugye ezek fönt vannak, hát egy minőségibb összeszerelést láthatunk, így kéne dolgoznia szerintem a legtöbb gyártónak, ahogy a Piko tette ezzel a kocsival. Kívülről az a benyomásom, hogy egy nagyon szép, nagyon részletes kocsit sikerült a Pikónak így letenni az asztalra. Ami viszont most jön, az a fekete leves, azok a hiányosságok, amiket nem tudott megoldani a gyártó. A legelső dolog az itt a sarkon látszik, itt található ugye a kocsinak a fűtési lengőkábele. Na most ez nincs modellezve, tehát ennek csak így a teteje lett elkészítve, maga a lengőkábel utólag ki felszerelhető alkatrészként sincs mellé adva. Ennek részben lehet az oka, hogy ugye el tudjon fordulni a kurszkoplunk kinematika, viszont ha egy felszerelhető alkatrészként adják, akkor eldönthette volna a modellező, hogy most akkor ezt ő föl szeretné rakni, vagy nem. Így egy picit olyan hiányérzetem van itt ennél a részletnél. Ami még hiányérzet, az magának a kocsinak a belseje, ugyanis az eléggé egyszerűsített. Így néz ki, gyakorlatilag az egyetlen egy olyan dolog, ami más színű, mint ez a barna. Egyedül itt a folyosó felüli ajtóknak a válaszfalai vannak más színű műanyagból fröccsöntve. Az ülések azok nem festettek, a padló nem festett, az oldalfalak nem festettek, teljesen egyszínű, ezen eléggé durván, ahogy nézem, spórolta a Piko. Annak ellenére, hogy például itt bent vette arra a fáradtságot, hogy megoldja azt, hogy itt látszik, hogy a kis ilyen kis asztalkák néhol ki vannak hajtva, néhol nincsenek kihajtva, tehát ezeket így kidolgozta a Piko, de valahogy arra már nem jutott idő, energia, hogy festéssel is el legyenek látva a kis belső részei a kocsinak. Hogyha mellé tesszük például a rokót, akkor egyértelműen látszik, hogy a rokó belseje az sokkal inkább jobban visszaadja az eredetit. Egyrészt ott ugye sokkal szebben meg vannak csinálva a kis ülések, ugye külön más színű anyagból vannak fröccsöntve. Itt sajnos a Piko ezen a részletén spórolta a kocsinak. Ez annak a fényében főként érdekes, meg egy kicsit elszomorító, hogy azért nem egy olcsó járműről beszélünk.
Kocsiba utólag természetesen világítás építhető, maga a felépítése egész jól támogatja azt, hogy ezt viszonylag könnyen meg is tudjuk tenni. A Pico kocsiknál nagyon ügyesen van a kialakítva ilyen kis rész, ahol el tudjuk rejteni a vezetékeket. Azt néztem, itt a WC-ben is bőven van hely arra, hogy ide el tudjuk helyezni a kondenzátorainkat, illetve ugye a magánál, a forgóváznál is ugye megoldható az, hogy szépen föl tudjuk rá szerelni a kis áramszedő lemezünket. Akár saját magunknak készítünk egy ilyen kis rugóbronz lemezt, viszonylag könnyen meg tudjuk oldani a rögzítését. Összességében egyébként azért is mondtam, hogy eléggé vegyesek az érzelmeim ezzel a kocsival kapcsolatban, mert szerintem kívülről terepasztalon nagyon jó hatás kell, tehát kívülről nagyon jól eltalálta a gyártó ennek a klasszikus Eurofima kocsinak a jellegzetességeit, az arányait, azt, hogy melyik részlet mennyire legyen kidolgozva. Belülről viszont egy hatalmas csalódás, iszonyatosan egyszerűsített a belseje. Ez, hogy egy ilyen belsővel adnak egy kocsit, szerintem még a mávos Y-poznani kocsinál még olyan határesetbe elment, ugye az ilyen 20 ezer forint környéke volt. Itt 26 ezer forintos kocsiról beszélünk. Gyakorlatilag ennyi pénzért az Acme kafok és a hasonló társaik mennek. És hát ebbe a kategóriába azért már elvárható lenne, hogy a belső az egy fokkal részletesebben legyen kidolgozva. Ha mellé rakjuk ugye a Rocco kocsit, ami ilyen 20-22 ezer forint, újonnan is, hogyha ugye visszaszámoljuk a szettekből, amikben most kapható, akkor is ugye azt látjuk, hogy annak a belseje az jóval részletesebb. Cserébe ott pedig ugye a külső az, ami egy elavultabb forma, hiszen ugye a Rocco kocsi az hát több mint 40 éves maga az a forma, amit gyártanak. Úgyhogy eléggé tényleg vegyes a nekem így ez a kocsi. Szerelvénybe, vonatba gyönyörű. Ha belső világítást szeretne bele az ember, akkor viszont érdemes kifesteni a belsejét. Picit munka. Viszont ott már nem érzem annyira jónak az árérték arányát ennek a kocsinak. Szerintem ezeknél a kocsiknál picit talán túllőtt a Pico az ára a kapcsolatba. Hát itt gondoljunk bele, hogy ilyen 70 eurónál járkálunk, ha eurós árat nézünk, és 70 euró környékén már lassan az LS modell kocsikat is meg lehet szerezni, és azokban sokkal részletesebb a belső is, illetve sokkal pontosabb maga a járműnek a szekrénye, több részlet van kidolgozva benne, stb. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy árérték arányba ez a kocsi sajnos nem versenyképes. Hosszú távon a Picónak én úgy gondolom el kéne gondolkozni azon, hogy vagy a belső festését oldják meg, vagy pedig készítenek hozzá valami olyan megoldást, amivel föl lehet hozni a járműnek a belsejét, és hiszen ebbe az árkategóriába azért ez elvárható lenne, hogy egy világítással egy nagyon szép belső táruljon elénk. Ugye valamilyen szinten, hogyha nincs benne világítás, akkor ezek a füstszürke üvegek, ezek tompítják ezt a hatást, tehát igazándiból a terepasztalon nem lehet látni azt, hogy itt egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerűsített belső van a kocsiban, de azért mégis. Végezetül azt gondolom, hogy egy érdekes keverék ez a Pico kocsi, igazándiból így az expert vonalnak, ugye beltérileg, mint mondtam, nem üti meg a szintet szerintem, külcsínre viszont, ha nem is a nem is egy LS modell szintje, de mondjuk egy Rocconál azért lényegesen szebben sikerült a jármű formailag. Egyedül ugye az ár az, amely egy kicsit így elrettentheti a vásárlókat, hát nekem se ilyen kocsikból fog összeállni az ÖBB-s flottám, nem valószínű, hogy lesz másik beszerezve. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot, és jó modellezést kívánok mindenkinek!